Szevasztok, fiúk, lányok, srácok! Itt vagyok ismét egy gyors bejelentkezésig, ugyanis csináltatok nekem olyan feszültséget tegnap meg ma, hogy jó, csudaj. Ugyanis írtátok, hogy de miért töröltél a Facebookról? Srácok, én nem töröltem senkit, ugyanis a Facebook verte picsán az én profilomat, vele együtt a Remény Rabjai oldalt, mindent. Úgyhogy nem tudom, hogy miért, nem csináltam semmit, mi ennek az oka. Viszont ha valaki tud valami fontos infót, az ne tartsa már magába, az mondja már el nekem, hogy valahogy vissza lehet állítani, vagy nem lehet. Ha vissza lehet, akkor nem szenvednék, ha nem lehet, akkor viszont csinálok egy újat, jó? Ugyanis írtátok egy csomóan nekem tegnap, hogy biztos meghekkelték a profilomat, a maga a fécánszt. Hát nem értettem, hogy mi lenne az jó, hát most mit ér el vele bárki is. Hát nem mindegy, kezdtem beletörődni, hogy egyre többen írjátok, hogy ezt meghekkelti. Hát mondom, biztos valami nyeretlen 2 éves, hogy nem tudta az apját meglesni este fürdés közben, aztán rajtam tölti ki a bosszúját. De ezt tényleg néztem, és tényleg nem engedett be, úgyhogy végleg tiltottak. Gondoltam, hogy akkor, na, hülye gyereknek így áll a cerkája, azt este húzogatja. Sikerült a gyereket hazavágni, sikerült törölni az egész profilját. De aztán végül kiderült, hogy nem. Úgyhogy maga a Fécesz hibázott. Nem tudom, mi lehet az oka. Na mindegy, nem is ez a lényeg, úgyhogy csinálunk egy másikat. Úgyhogy csinálok egy másikat. Na, mik lesznek még? A videók hamarosan jönnek, összeraktam már őket, meg is próbálom gyorsan kipörgetni a Szabim előtt az összes nyersanyagot, ugyanis jövő hónap végén megyek szabadságra, megyek Párizsba. Viva las Paris! Úgyhogy ne ragadjon bent egy csomó nyersanyagom. Mik lesznek a videóban, mire kell számítani? Hát a kocsinak beszart a váltója, ugyanis a felező sor az teljesen elkopott, úgyhogy az már nincs. Felajánlották, hogy üljek át a 8-asba, de hát az szerencsétlen még rosszabb állapotban van, mint ez, úgyhogy mondtam, hogy akkor inkább azt nem. Gondoltam én, hogy akkor hazaugranék egy 2 Szabira, mert az nekem jár. Hát ez valahogy Szőke Hercegnek valahogy ez ágában sem volt, föl sem merült benne. Úgyhogy mondták, hogy akkor jövő hónap végén majd megjavítják a felezősorot a váltóval. Mondom, ez igen. Úgyhogy nagyjából azért van sejtésetek, hogy 40-45 tonnával milyen könnyű elindulni felező nélkül. Na mindegy. Aztán egy pár nappal ezelőtt hagytam el 80-90 környékén a rendszámtáblámat lökhárítóstól. Csak annyit láttam, hogy az be a mezőre, így elszállt az egész. Szép lassan széthullik az autó alatta. Na, de mindegy, ezt majd a videóból majd megtudjátok. Viszont szeretném mindenkinek itt megköszönni, hogy megnéztétek a videókat. Több mint 30 ezeren néztétek meg az utolsó videót. Hát nem semmi. 8 emberé kezdtem, és idáig elfajultak a dolgok, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek. Ez nem az én érdemem, ez félreértés ne esik, ez a tietek. Ugyanis ha ti nem jönnétek el, akkor nem lenne ez a csatorna, és akkor nem csinálnám a videókat se. Úgyhogy én mindenkinek szeretném megköszönni. Kitartotok velem, próbálok mindig megfelelni mindenkinek, bár ez annyira azért nem sikerül, de azért jövök, jó? Próbálok csinálni jó dolgokat, aztán majd jövök. Mondtam Szőke Hercegemnek, hogy 3 hétre 1, 2, 3 lelépnék. Hát azt verte a víz, minden baja volt. 3 hétre nézom, amilyen sofőr az ilyen. Elmegy 3 hét szabira nyári szünetben, csődbe megy a cég. Mondtam neki, hogy hát akkor vegyél föl valami Eager, Jizer, Rider sofőrt, azt akkor addig nyomja. De hát elbazsajgott, azt mondta, hogy inkább akkor leállítja
kamion. Nekem jó, mert nem kell kipakolni a kocsiból. Na mindegy, nem is rabolom tovább a szót, az időt, semmit, úgyhogy még egyszer köszönöm nektek, és tudjátok a mondást, ti nem ismertek engem, de én ismerlek benneteket. Figyellek ám benneteket, hát, hogy jók legyetek, addig is tartsatok velem.